tavaly egy évvel ezelőtt hasonló eset történt, akkor is egy 200-as körülbelül átmérő PVC csőbe beleesett egy sűn. Most ugyanaz történt mellette lévő csőben, aminek a fedlapja teteje megint össze volt törve, ez valószínű vagy fűnyírás következtében, vagy valamilyen rongálás következtében történt meg ez a törés, és ide megint beletévedt egy sűn, ami beleesett, körülbelül egy 1 méter 20, 1 méter 10 centi mély volt ez a cső, ahonnan ki kellett szedni ezt a kelet-európai sűnt. Ki vette ezt észre, hogy ki szól neked ilyenkor? Hát ugye most már eléggé sokfelé ismernek a megyében, és hát itt kutyát sétáltatók vették észre a sűnt, vagyis hát a kutya vette észre igazából, hogy ott valami mozog, valami állat van bent, és akkor ők, ez a fiatal pár tudta a telefonszámomat, és ők értesítettek most este, olyan 9:30 körül jött a hívás. Azért azt említsük meg, hogy te mit csinálsz igazából, tehát miért téged hívnak? Hát én, mint polgári természetőrként, meg most már régebben, vagyis hát most is sérült madarakat kezdtem elmenteni, de azóta most már kiterjedt ez őzek, sűn, róka, szóval minden, ami vadon élő és védett állatról van szó, akkor általában most már engem hívnak. Ezt a sűnit sikerült kiszedni ebből a csőből. Tavaly te vettél fedlapot a mellette lévő csőre, az még épp most? Azt én vettem rá, mert senki nem vett rá, úgyhogy valószínű erre is nekem kell majd venni majd a ünnepek után, vagy mikor nyitva lesz egy szerelvénybolt, és megvenni azt a tetőt. Mi lesz ennek a sűnnek a sorsa? Hát most ez még egy napig nálam lesz, és most figyelgetem, hogy nincs a sérülése, ugye most azért eléggé szegény meg van rémülve. Kap enni, ugye? Kap ennit is, igen, meg vizet is, hát a legfontosabb ilyenkor a víz, ugye a kiszáradás véget, és akkor szabadon lesz, vissza lesz engedve a természetbe.